Most pedig Nagy Gergely református lelkészről láthatok egy kicsi portrét. Vele itt ülünk az Albert Falva Kelenvölgyi Református Gyülekezet kicsi kápolnájában. Gergő, mutasd meg nekünk ezt a kápolnát először. Gergőről még azt kell tudni, bocsánat, mielőtt még nagyon belemerülnék, hogy ő egy nagy vitatkozó. Ő arról híres, hogy különböző fórumokon nagyon erősen megvédi a református hitét. Mondhatjuk így? Nem így fogalmaznék, de igaz, amit mondtál. De inkább ezt apologétának, apologetikának szoktuk nevezni, de valóban hitvédelemről van szó. És nem csak a református hitvédelméről, hanem a kereszténység védelméről is, akár az iszlámmal, akár a buddhizmussal, akár az ateizmussal szemben. Szóval Gergő következik. Menjünk be, Gergő, a templomba, jó? Mesélj erről a gyülekezetről, mit kell tudni? Pici kápolnában vagyunk, egy bensőséges gyülekezetnek tűnik ez. Igen, én augusztusban kerültem ide, amikor hitoktatót keresett a gyülekezet, és azóta dolgozom itt, helyettes lelkészi szolgálatokat is végzek, bibliaórákat tartok. És amit a gyülekezetről tudni kell, az az, hogy egy nagyon érdekes helyzetben van, ugyanis egy gyülekezetbe tartozik két rész. Ez az Albertfalvi rész, ahol mi itt ülünk, és a Kelenvölgyi rész, ami egy pár kilométerrel odébb van. És ez a kettősség érződik a gyülekezeten, a gyülekezeti tagokon is, de az biztos, hogy egyedülálló valamilyen tekintetben ez a gyülekezet. Ugyanis olyan, mintha egy kisvárosias, falusi gyülekezet lenne, fiatal családokkal, értelmiségiekkel a fővároson belül. Tehát tulajdonképpen egy kis szigetnek is lehetne ezt nevezni. A látogatottság, az Isten tiszteleti látogatottság magas. Sok a fiatal, családos ember, gyermekek rengetegen vannak, két külön részben tartunk nekik Isten tiszteleteket csak a gyerekeknek vasárnap, úgyhogy egy élő gyülekezet, összetartó. Te miért lettél lelkész tulajdonképpen? Amikor én gondolkoztam arról, hogy hogyan tovább a gimnázium után, akkor elsősorban az volt a fókuszom, hogy emberekkel foglalkozzak. Nagyon szerettem emberekkel foglalkozni. Valamennyire érdekelt a teológia is maga, de főleg a lelkipásztori élet volt az, ami vonzott nekem. Egy nagyon jó példám volt Sátoraljaújhelyben, ahonnan én származom, Kádár Ferenc is az ő családja. Úgy vezették azt a gyülekezetet, hogy azt mondtam, hogy ha ez ilyen, és ez ezzel jár, és emberekkel is lehet foglalkozni, akkor nagyon szívesen lennék én is lelkész. És a teológia alatt szerettem meg tulajdonképpen magát a lelkészséget is, és a teológiát, mint tudományt. És ez a mai napig megvan, ez a kettősség az én életemben. Tehát elsősorban nem csak gyülekezeti lelkipásztorként gondolok magamra, hanem mint teológus is, aki ennek a másik oldalával, nem csak a lelki oldalával is szeret foglalkozni. Ugye ma nagyon sokan Magyarországon tulajdonképpen egy hívő közegből jöttek gyülekezetekbe, vagy hívő közegben nevelkedtek, viszont nincsenek tisztában azzal, hogy mit és miért hisznek. Ez valahogyan elkerülte az ő fókuszukat. És rengeteg lehetőség van Magyarországon arra nézve, hogy nem csak lélekben növekedjen egy gyülekezet, hanem értelemben, identitásban, identitás megőrzésében is. Még vannak kiaknázatlan területek ezekkel kapcsolatban. Hova megyünk innen át? Innen a Don Bosco katolikus általános iskolába fogunk átmenni, ahol én a napjaim többségét töltöm, ott tanítok református hittant. Korábban állami iskolákban tanítottam, ott nem tapasztaltam meg azt a kettősséget, ami itt van, és tulajdonképpen a diákok részéről jönnek olyan visszajelzések, amik segíthetnek abban, főleg ugye akár az identitásuk kialakításában,
hogy felmutassuk nekik, felmutassam nekik, hogy mi is a különbség a mi hitünk között. Például, amikor úgy jönnek be órára, hogy katolikus köszöntéssel köszöntenek, ugye dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, akkor az mindig egy jó alkalom felmutatni, hogy mi nem így köszönünk. Miért nem így köszönünk? A katolikusok miért így köszönnek? Ugyanígy megvan az ünnepek kapcsán is, különböző ugye Máriával kapcsolatos ünnepek, akár a keresztutak. Tehát szerintem sokkal jobb itt református diáknak lenni, mint bárhol máshol, hiszen egyrészt a hitüknek is egy jó alapot tud adni, másrészt pedig egy olyan tág perspektívát lehet nekik felmutatni, hogyha felnőnek, akkor segít nekik abban, hogy megerősödjenek akár a református identitásukban is. Az itt tanuló gyerekek, református gyerekek nagy többsége gyülekezetbe járó, családdal együtt gyülekezetbe járó gyermek. Így látják a különbségeket. Kicsik még nem igazán értik, hogy valaki miért katolikus, miért református, de én apró dolgokban, mint amikor például átmegyünk egy misét meglátogatni, hogy hogyan zajlik egy misa, vagy egy reggeli ájtat a katolikusoknál, hogy amikor keresztet vetnek, letérdelnek, akkor felmerülnek bennük ezek a kérdések, és segíthet akár egy hittanóra is tisztázni. Ezeket rengeteg kérdésük van a diákoknak, nagyon érdeklődőek, úgyhogy én meg tudom erősíteni, illetve csak rá tudok cáfolni arra a felfogásra, amit talán a legtöbb ember fejében, hogy a gyermekeket, fiatalokat nem érdekli a hitük, nem érdekli a vallásuk. A legkisebbektől a legnagyobb, akik itt ebben az iskolában is rendkívül érdeklődőek és nyitottak az ilyen kérdésekre. Hol vagyunk most, Gergő? Miért hoztál ide minket? Most a Golgota keresztény gyülekezetnek a nagy termében vagyunk, a régi híradó mozi, talán így lehet ismerő sokaknak, és azért vagyunk itt, mert az elmúlt évben, években több hitvitát is szerveztünk. Maga az apologetika, hogyha már a kereszténység szemszögéből nézzük, akkor az egy teljesen biblikus, bibliai fogalom, és tulajdonképpen minden keresztény valahol apologéta is. Ezt úgy képzeljük el, mint például egy bíróságon a védőbeszéd. Szó szerint ezt is jelentette a görögben, a Pál apostolék idejében. És minden keresztény felszólítást kapott arra, hogy egyrészt küzdjön az ő hitéért, másrészt mindig legyen készen számot adni, apológiát végezni, akkor, hogyha valaki kihívás elé állítja az ő hitét. Harmadrészt pedig Pál apostol is, az apostolok cselekedetében látjuk, többször is zsinagógákban vett részt vitákon, és így győzte meg a zsidókat arról, hogy Jézus a Krisztus, a megígért messiás. Tehát igen, ez egy kulcsfogalom, egy kulcsfontosságú kifejezés, és szerintem eddig méltatlanul elhanyagolt volt ez a területe a kereszténységnek, akár itthon Magyarországon is. Ebbe belefér az is, hogy sokszor részt veszel olyan vitákon, olyan esteken, ahol próbálod ugye a kereszténységet megvédeni, illetve nekem az az egyik legfurcsább, vagy érdekesebb, hogy sokszor vitatkozol olyanokkal, akik ateisták. Alapvetően 2 éve indítottuk el a kálvinista apologetikai társaságot, ezt a missziónkat, emögött szervezünk hitvitákat, vitaesteket, és nem csak ateistákkal folytattunk már le ilyen esteket, ilyen vitákat, hanem volt már muszlim vitapartnerem, római katolikus vitapartnerem. Szóval egész széles ennek a tárháza. Ami az ateistákat illeti, mindig az a kérdés, hogy mi a cél, hogyha nem az, hogy mondjuk a mellettem ülő professzort meggyőzzem arról, hogy Isten létezik. És így 2 dologra lehet neki térni. Az egyik, hogy fel lehet ezek által mutatni a nem keresztény embereknek is azt, hogy van a kereszténységnek egy intellektuális oldala, hogy azért észszerű megalapozottság is áll mögötte. Másrészt segít lebontani azokat a köveket, azokat az akadályokat, amik esetleg egy ateista ajtaja előtt tornyosulhatnak, és amik meggátolhatják őt abban, hogy esetleg meghallja az evangéliumot, vagy Krisztusról szóló üzenetet. És ezeknek az esteknek egyrészt feléjük ez a célja, hogy felmutassuk azt, hogy a mi hitünk észszerű. Viszont elsődlegesen nem az a missziunknak a fókusza, hogy
megtérítsünk embereket, vagy megtérítsünk másokat ezek által a viták által, hanem egy kis kavicsot helyezzünk el a cipőjükbe, ami nyomja őket, elgondolkoztatja őket, arra készíti őket, hogy a saját világnézetükkel is legyenek egy kicsit jobban tisztában, vagy adott esetben ismerik meg a kereszténységet. Játsszuk azt, hogy én mondjuk egy ateista vagyok. Három mondatban hogyan tudnád elmondani azt, hogy Isten létezik? A kedvenc érvem Isten létezése mellett az abból indul ki, hogy egy moziban vagyunk, ami tulajdonképpen lehetne egy bűvész show-nak is a helyszíne. És ugye a bűvész mutatványok során a mágusok látszólag a semmiből, vagy a varázsok semmiből hoznak létre valamit, a semmiből varázsolnak elő egy nyulat a kalapból. Viszont tudjuk azt, hogy a hétköznapi életünkben nem jöhet létre a semmiből valami. Nem kerülnek csak úgy elő falvak, lovak, biciklik a semmiből. Tehát mindennek, aminek a létezésének van kezdete, annak van valami oka, okozója, valami miatt az létrejött. Tudjuk, hogy az univerzumunknak is van kezdete, ugye 100 éve nagyjából az űrsobbanás óta ezt tudja a tudomány, ezért az univerzum kezdetének is van oka. Erre kitaláltak a tudósok több modellt is, hogy mi lehetett ennek az oka, multiverzum vagy végtelen ideje, egy vákumfluktuáció zajlott ott, viszont ezek a modellek egytől egyig elbuktak. És ahhoz, hogy megtaláljuk az univerzumunk okát, mindenképpen egy tértől, időtől, anyagtól független létezőnél kell keresnünk ezt az okot, aki nem más, mint Isten. A kereszténység kapcsán Jézus feltámadása lenne az, ahol meg lehetne ezt a kérdést fogni, mint a legjobb magyarázat arra, ami akkor történt 2000 évvel ezelőtt Jeruzsálemben, a hallucinációnál, a tanítványok összeesküvés elméletén, mindegyiknél történelmileg megalapozottabb magyarázat és valószínű magyarázat az, hogy Jézus tényleg feltámadt a halálból, és ezért volt üres a sírja. Ez volt az Új Nemzedék, két hét múlva ugyanitt, ugyanekkor, addig is a Média Klikken visszanézhetitek ezt és a régebbi adásainkat. Sziasztok!